Dombóváron már több éves hagyománya van az újévet búcsúztató szilveszteri futásnak, amelyre ezúttal is közel 400-an neveztek, de a résztvevők száma ettől jóval több volt, hangsúlyozta a város polgármestere. Valamikor Dombváron a Fidesz alapszervezet rendezte ezt meg először, mert azt követően 20 éveken keresztül csinálták. Sajnos tavaly egy virtuálisat tudtunk csak tartani, de nyilván az idején, mint látszik is itt a környezetben és hangodban is látszik, hát ez az igazi. Nyilván 15 fokkal nem számoltunk, de hála Isten ma nagyon jó idő van. A rendezvény rendszeres résztvevője Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár is, aki az 5 kilométeres távot teljesítette a dombóvári újév búcsúztató futáson. Szerintem nagyon fontos az, hogy mindenki minden nap mozogjon, lehetőleg minden nap mozogjon, és jó lenne, hogyha azok is, akik esetlegesen még nem ebbe a táborba tartoznak, ők is előbb-utóbb mozognának. Szerintem ez a mozgalom, vagy ez az akció is bizonyítja azt, hogy a futásnak nem csak az egészség megőrzésben van nagy szerepe, hanem a közösség formálásban is, amióta Dombóváron ilyen alkalmak vannak, azóta talán azt mondhatjuk, hogy még inkább egy olyan közösségről beszélhetünk, amelyik lokálpatrióta és szeret itt élni. Egyébként ez a szilveszteri futás, vagy ezt a szilveszteri futást a Fidesz kezdte el még 90-ben, és néhány éve pedig az önkormányzat szervezi meg. A nevezéssel minden résztvevő egy pólót kapott ajándékba. Valamint Dombóvárváros önkormányzata a futás után a célba érkezőket virslivel, forralt borral és teával vendégelte meg. A rendezvényt a Dombó Chips családi, ifjúsági, polgári sportszervezeten keresztül a miniszterelnökség és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT is támogatta.